Köszöntöm kedves nézőinket! Önök az Ismerős című műsorunkat látják. Mostani beszélgető vendégem itt a Kamara Színház előterében Bánki Gábor, Pécsi Nemzeti Színház újdonsült Jászai Mari díjas színművésze. Üdvözöllek! Hello! Hát... ja, lassan, vagy hát nem lassan, de hát mondjuk azt elmondhatjuk talán, hogy azért már a 60-at betöltötted. Így van, úgyhogy betöltöttem, nem túl fiatalon ért ez a díj téged. Erre szokták mondani, hogy köszönöm a bizalmat. Igyekszem majd meghálálni. Hogyan fogadtad ezt a Jászai díjat, vagy számítottál rá egyáltalán? Mert azért fiatal színészek. Nem, igazából nem nagyon számítottam rá. Attól tudtam, hogy a harmadik színház jelölt, de nem gondoltam, hogy meg fogom kapni őszintén. Szóval a vidéki színházakban nem nagyon szokták adni ezt a kitüntetést. Nagyon örültem neki, és hát még annál is jobban örültem annak, hogy nagyon régi kollégák fölhívtak, akikről már nagyon régen nem hallottam, és gratuláltak. Ez nagyon-nagyon jól esett. És az, hogy a harmadik színház jelölt, és nem is a nemzeti, ahol ugye azért már régen óta tag vagy, igen. Ez nem az én dolgom. Erről nem engem kell megkérdezni. Igen. Hát igen. Erről nem engem kell megkérdezni. Hát, igen. Ugye most éppen próbáról érkezel. Igen. Elnézést is kérek, egy kicsit csatakos vagyok, meg izzadt. Ugye a Becsföldje című darabba kell beugranom, egy elég nagy szerepbe. Egész délután azt próbáltam, úgyhogy egy kicsit ilyen lihegős vagyok még. Ugye nem ez az első beugrásod, amit igen, átvállalsz, ugye a Pán Péterbe is, ha jól tudom, így van, így van, Cseresznyésgerdbe, gyerekdarabban. Minden komoly, be szoktál ugrani, igen. De hát ugye jól veszed ezeket az akadályokat, de mégis hogyan működik ez, hogy hogyan tudod te ezt így egyik napról a másikra? Hál' Istennek, ez most nem egyik napról a másikra, mert ezt már tudtam legalább egy hete, vagy még több ideje, tehát volt időm fölkészülni rá. Ebben az a nehéz, hogy az ember megnézi, ugye fölveszik az előadást videóra, és megnézem, hogy merre ment az a színész, akiért be kell ugrani, mit csinált, hova ment. Valóban veszélye annak, hogy ha nagyon kevés idő van, akkor az ember óvatatlanul csak azt tudja megcsinálni, amit előtte egy másik színész csinált. És ez nem biztos, hogy jól áll neki, de becsületből meg kell csinálni. Ebben az esetben volt rá elég idő, hogy a Szula Lacinak a játékát áttranszponáljam az én személyiségemre. Tehát nyilvánvalóan az ő természete, ő egy ilyen vehemensebb habitus, én pedig ezt inkább egy befelé fordulóbb emberből próbálom megfogalmazni. Tehát át van transzponálva a dolog, holott ugyanazt csinálom kottára, tehát oda megyek, oda nézek, azt a szöveget mondom, mégis más. Hogy hogyan működik ez, vagy hát hogyan szoktál hozzá ezekhez a beugrásokhoz, hogy... Ez régen nagyon, tehát amikor fiatal színész voltam, rengeteget ugrottunk be. Akkor valahogy a színészek betegebbek voltak, vagy betegesebbek voltak, mert akkor szinte minden hónapra jutott egy beugrás, hogy nagy szerepet át kell venni. Én emlékszem, hogy ide szerződtem Pécsre, és megérkeztem, és odajött hozzám a Szegvári Menyhért, akkori főrendező, és azt mondta, hogy holnap premiered lesz a harmadik színházba. Mondom, miért? Be kell ugranod a Pirinszki Gyerekek és Katonák című darabjába. És másnap, valóban, hogy két napja itt voltam Pécset, rögtön is volt egy bemutatóm, amit ott beugrás volt. Tehát régebben azért ez szokásos volt. Most sajnos volt egy ilyen sorozat, hogy emberek megbetegedtek, és hát én vagyok az, aki kellőképpen úgy látszik, fit vagyok ehhez, hogy elmerileg érett, hogy ezt meg tudjam csinálni, és akkor én ezeket meg tudom tanulni szépen. Mikor kerültél te ide? 34 évvel ezelőtt? 34 évvel ezelőtt szerződtem, mindegy 81-ben, igen. Ez hogyan történt? Mert te ugye budapesti gyerek vagy. Igen. Nekem az volt a mániám, hogy egy csapatba kell lenni. Na most pár rendező, meg pár színész, hát a színészekre, akik még tehát idősebb pécsiek emlékeznek, hogy a Sipos Lacival, Újvári Zolival, Kulkával, Langgal, Balikóval jöttünk le, mint egy csapat. Aztán a színészek közül lassan én maradtam itt egyedül, én ide házasodtam, itt születtek a gyerekeim, hát szinte ősi pécsi lakos lettem, én itt élek, nem is szeretem Pestet annyira már. Az a tülekedés, porkosz, Pécs megfizetetlen, hogy 15 percet megyek és kim vagyok a természetbe.
Én szeretek itt lakni. Tehát a csapat miatt jöttél te Pécsre, nem volt ez egy ilyen döntés, hogy inkább... Azért, mert fiatal rendezőkkel együtt úgy gondoltuk, hogy csinálunk. Az élet másként alakult. Tehát a fiatal rendezők itt voltak, akkor igazgatóváltás lett, akkor azoknak fölmondtak, ez ide került, oda került. A szándék megvan, de az élet azért keretbe tudja húzni az ember szándékait. Te a színművészetén végeztél. Így van, igen. Tehát neked a Kulka... Osztálytársa volt, igen, igen, így, igen. Lakgyógyi, Kulka, Újvári, Sipos, mind az osztálytársaim voltak. És milyen volt akkor az élet, mikor ide kerültél? Hát ugye mondod, hogy ez a csapat így ide került, fiatal színészek, rendezők, itt vidéki színházat csinálnak. Én nagyon élveztem azt az időszakot, amíg fiatalok voltunk, de mondjuk ki az a hülye, aki nem élvezi azt az időszakot, amíg fiatal. Szerintem a mostani fiatalok is nagyon élvezik az életet, és így van rendjén. Egészen biztosan. Egészen biztosan így van, és hát ugye azt mondják, hogy újszülöttek minden viccúj, egy fiatal színész habzsolja az életet, emlékszem, ezt lehet, hogy szégyenkezve mondom el, de amikor fölvettük az első fizetésünket az Újvári Zolival, egymásra néztünk, és azt mondtam, hogy te ezért még pénzt is adnak, hogy én ezt csinálhatom. Tehát így. Hol laktál először Pécset? Mindenhol laktam. Én vagyok az az ember, aki Pécset mindenütt lakta, albérletben. Én 45 éves voltam, amikor először vettem saját lakást itt Pécset. Addig mindig a családommal, a gyerekekkel albérletekben laktunk, és hát az egész Pécsen volt, ahol csak egy napig voltam, mert bejött a házigazda, és azt kérdezte, hogy maga itt főzni fog, azt nem lehet. És akkor összevesztünk, és mentünk a másik albérletbe. Tehát nagyon sok helyen laktam. Mi azt tudjuk, csak azért, mert ugye most elkezdték bontani itt ezt a 25 emeletest, és ugye amikor szóba jött, hogy ugye elkezdik bontani, akkor sok ilyen sztori ábra kapott, hogy kik laktak ott, hogyan, milyen emlékek voltak, és ugye akkor derült ki számomra, hogy a Kulka János ugye ott lakott abban, meg több színész lakott a 25 emeletesben, voltak ott színész lakások, te is. Nem, ez én nem laktam ott. Hát elmondom én ezt a történetet, mert szomorú történet. Ugye nekünk fiatalon meghalt egy színész barátunk, a Sipos Laci. Ami nekünk valamennyiünknek életünk egyik nagy tragédiája. És ő a magasházban lakott, és meghalt szegényként. És mielőtt kiderült volna, hogy a magasház menthetetlen, behívtak engem, hogy Gabi, kap lakást. Mondom, jaj, de jó, hol, magasház, menjünk megnézni. És bevezettek abba a lakásba, ami a Sipos Lacié volt. És akkor azt mondta, hogy ne haragudjatok, én itt nem tudok beköltözni, hát ez lehetetlen. És kiléptem a magasházból, és másnap azt mondták, hogy a magasházat lezárják, és mindenki, aki ott volt, kap lakást, meg kölcsönt. Tehát tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy 15 évvel előbb lett volna a lakásom, és jóval olcsóbban, ha emberileg ráveszem magam, hogy abba a lakásba beköltözzem. De nem bánom, mert nem lehetett megtenni. Később hogyan alakultak itt a dolgok? Mert ugye te kapcsolatban kerültél a Bóbi Tabáb Színházzal is, amin keresztül ugye az Ilonát is, igen, feleségemet ott ismertem meg. Megismerted. Hát hogyan jött ez a báb színészes vonal? Egyrészt az én apukám báb színész volt. Bági Robertnek hívták, és a budapesti báb színháznak ő oszlopos alapító tagja volt. Én magam is egy darabig a főiskola, akkor még színművészeti főiskola volt, előtte tanultam egy évet bábot. És amikor idejöttem, akkor megkértek, hogy a báb színész képző stúdióba színészmesterséget tanítsak, és akkor a Babi ott tanítványom volt, így ismertem meg. És nem vonzott az, hogy ezen a vonalon folytasd, mint édesapád? Vagy nem csábított el annyira a bábszínház? Teljesen más, nem. És igazából volt egy Békis István nevű bábszínész, zseniális bábmozgató, ő volt a Manócska, a Mazsola című bábfilmben, amit a tévében az idősebbek látnak. Na most ő egy zseniális bábozgató volt, és egyszer fogott egy kendőt egy bábórán, és elkezdett vele játszani. És abból a kendőből csinált kecskét, virágot, angyalt, ördögöt, mindent, és úgy elhűlve nézték, hogy az ember mit tudjának kezével és csak egy kendővel. És rájöttem, hogy ezt lehet, hogy meg lehet tanulni, de engem
ezt egyrészt nem fogom tudni így soha a büdös életben, másrészt sokkal jobban érdekel a saját arcom, mint ez a kendő. Hát én úgy gondolom, hogy a színészet az enyém, és nem a báb színészet. Volt egyébként kedves, vagy kedvenc szereped? Abból a rengetegből, amit mondjuk az elmúlt 34 évben itt... Ó, Istenem, hát az a baj, hogy ezelőtt 20 évvel bejöttek a fiatal színészek, és azt mondták, hogy ó, Gabcsi, neked akkora színészi tapasztalatod van, és igazuk volt. Mit lehet mondani? Az első nagy kiugrás a Péter Handke Kaspár volt itt, ami egy iszonyatosan nagy, modern szerep volt, egy szinte egész 3 órán keresztül egyedül egy színpadon. De ő mehetünk sorba. Tehát a pályafutásom elején elég sok nagy főszerepet kaptam. Aztán eljöttek a karakterszerepek, ami nem baj, mert úgy visszanézek. Én azokat a szerepeket eljátszhattam, amit úgy csodálva néztem, mint fiatal színész, hogy vannak az öreg színészek, ilyen Maklári, Bihari, stb., akik eljátsszák a következőket, amit én is eljátszottam, aztán Firsz a Cseresznyés kertbe, Csebutikin a 3 nővérbe, Dobcsinszki a Revizorba, Klescs az Éjjeli menedékhelybe. Tehát egy csomó olyan karakterszerep, ami egy legendás szerepek tulajdonképpen. És ezeket is nagyon élveztem. És most mit ad a sors? Most elérkeztem oda, hogy bestiálisan nagy szerepeket kapok, mondjuk a 3. színházba, a Prach vagy a Kövek a zsebbe. Ezek kétszemélyes darabok, és ilyen órákon keresztül nézők között összezárva. Tehát elég nagy és elég komoly feladatok. De amikor ugye van a fiatal színész életében az a pont, ugye, amikor eljátsz azokat a szerepeket, amiket egy fiatal Igen. színész el tud, vagy hogy inkább el kell, hogy játszon. De hogy utána úgy, ja, hogy idősödik, úgy már inkább, ahogy mondod, jönnek ezek a karakterszerepek, Igen. mellékszerepek, kisebb szerepek, az így nem okoz annak a fiatal színésznek mondjuk hiúságában, vagy akármiben egy ilyen törést, vagy valamit, hogy elkezdtem megöregedni, elmennek az évek, vagy ez hogyan működik? Nem tudom, én személy szerint nem érzem az időt. Tehát én hülye vagyok ebből a szempontból. Tehát én az életet úgy látom, mint egyetlen egy gömböt, egy ilyen üveggömböt, ami mindig gazdagodik, de ez egy tömb. Tehát én együtt vagyok a 20 éves magammal, a 30, a 40 éves magammal, és oda-vissza menőleg egyre gazdagodik ez a valaki, aki én vagyok, vagy ez a pályafutás. Az természetes, és ez minden színésznél így van, és hogyha valaki letagadja, akkor egész nyugodtan lehet mondani, hogy hazug. A színész szeret nagy szerepeket játszani. De ha nincs, akkor a kis szerepbe kell megmutatni. Na most nem olyan nagy baj, ha most mondom, most visszagondolok. Mert lehet, hogy akkor arra gondoltam, hogy a fene egye meg, hogy nem jutott nekem olyan, hogy mint most mondjuk a Kövek a zsebbe, hogy bemegyünk és 2 órán keresztül ott vagyunk, vagy a Prachba, szintén 2 órán keresztül közönség között egyfolytában játszunk. Ami nagyon nehéz és megerőltető, és nagyon sok színész tudja megcsinálni. Lehet, hogy úgy gondoltam, hogy akkor, hogy miért nem kapom ezeket, de most visszagondolva mégiscsak azt gondolom, hogy amiket az előbb elmondtam, szerepeket. Hát ezek nagyon nagy szerepek, ezek a világirodalom legjobb szerepei. Tehát tulajdonképpen parasztra nem volt nagyon okom. Ugye most felsoroltál elég sok szerepet, amiket alakítottál, és az Ilonával való beszélgetésünkből már tudjuk, vagy meg a kedves nézők is, hogy hát, ha mondjuk már így megvagytok, kicsit szorulva a szerepben, azért otthon megbeszélitek egymás között, hogy szerinted ez hogyan lenne, vagy hogyan nem. Ez egy nagyon érdekes dolog. Elmondom a történetet, hogy van. Bejöttem ezelőtt mondjuk 30 évvel a színházba, és fölnéztem a színpadra, ahol 2 színész valami Fedó darabot játszott, bestiálisan. Tehát nagyon rosszul. Úgy, ahogy nem szabad, ilyen pipiskel, de így játszottak. És lenéztem a nézőtérre, és ott ültek a barátnőik, és a szemükön a gyönyör kifolyt, ahogy nézték az ő 2 tehetséges, világhírű színész barátjukat, ugyanakkor azok nagyon rosszak voltak. És akkor megrémültem ettől, mert a hozzátartozóink
azok nem objektívek, azok szeretnek bennünket. És azt kértem a feleségemtől, hogy mindig jöjjön be ne premierre, hanem egy főpróbára előtte, vagy lehetőleg főpróba előtte egy próbára, nézze meg, és hazamegyek, csak azt mondhatja nekem, ami rossz. És azóta is így van ez, hogy hazamegyek, és elmondja azt, ott nem hallottalak, nem láttalak, mit beszéltél ott. Tehát azt, ami rossz, azt mondja meg nekem teljesen kendőzetlenül, mert ez a dolga. És hogy így azért támogatjátok egymást a szerepekben, meg hát szakmailag is figyelemmel kíséritek egymás pályafutását, és ugye hát az is kiderül ebből, hogy azért ti mindig a maximálisat próbáljátok nyújtani, oda teszitek magatokat a színpadon ebben a munkában. Hogy volt veled olyan valaha, hogy valami nem jutott eszedbe, vagy eltévesztettél valamit nagyon durván? Tehát nem az, hogy most egy mondatot kihagytál, hanem hogy így tényleg. Nem nagyon fordul velem ilyen elő, hál' Istennek az agyam jó, meg a lélek jelenlétem is jó, meg arra vagyok kondicionálva. Tehát olyan vagyok, mint a jó versenyló. Tehát, hogy beteszik a pályára, a turfon az futni fog. Tehát nem fog megállni, nem fog víz, az fut. És az utolsó lehetnék fut. Én színpadra kerülök, az utolsó lehetnék még játszom. De el tudok mondani egy főpróbát, például, amit tönkretettem. A Danton halálát játszottunk, és a Danton meg a többi forradalmárt úgy végezték ki, hogy volt egy nagy függöny, lukak voltak rajta, az öt forradalmár bedugta a fejét, és amikor egy giotin hang megszólalt, és rámutattam, akkor így zsusz, a fejét lejtette, és elment róla a fény. Ez volt a giotin. Ilyen giotin hangra. Ez rendben is volt, jött a főpróba, és elfelejtettem, hogy melyik oldalon kell elkezdeni. És véletlenül a másik oldalra mutattam, amitől ez az ember is, meg az is lejtette a fejét, de rögtön föl is kapták, mert tudták, hogy nem ők jönnek, és ettől az öt ember nem tudta a sorrendet, én is mutogattam össze-vissza, az öt ember feje így járt föl alá a giotinba, úgyhogy az egész főpróba úgy, ahogy van, egy hatalmas nevetésbe fulladt bele, és azóta is, utána is nagyon-nagyon igyekeztem, hogy eltaláljam is, hogy melyik oldalra kell mutatni, mert ha előadáson történik, ugye ez a szörnyű, akkor az egészet tönkretettem volna. Az előbb ugye mondtad, hogy nézted ezeket a náladnál már idősebb színészeket, ahogy... Hát ezek legendák, a Maklári, tehát ezek színész legendák. Igen, ahogy nem jól játszottak a színpadon, vagy... Nem, én arra gondoltam, hogy azok a szerepek, amiket elsoroltam, a Klescs meg a Dobczynszky, ezeket színész legendák játszották el. Nem ez, hanem hogy a barátnők, amikor nézték... Ja, igen, hogy a barátnők meg voltak győződve róla, hogy az nagyon jó. Igen, most ehhez azt kapcsolom vissza, hogy ugye te nézted őket, az idősebb színészeket, hogy amúgy ami alatt itt voltál, nyilván több ilyen idősebb kollega azért így megismertél, meg itt volt a társulatban, hogy te tőlük hogyan, vagy mit tanultál, vagy volt-e valaki... meghatározó személy, aki amikor mi ide kerültünk, akkor Győri Emil volt a férfi színész. Tehát tulajdonképpen minden férfi, nem fiú szerepet, vagy fiatal, hanem férfi szerepet ő játszott. Nagyon sokat tanultunk az ő munkamódszeréből, hogy nem úgy közelítette meg, ahogy mi fiatalok, hogy bementünk az első próbára, és üvöltöttünk, és földhöz vártuk magukat, hanem figyelt is módszeresen, szaszerolta ki a szerepét, csinálgatta, szinte cizellálta, mint egy ötvös mester, és a végére készült el. Ezt mondjuk akkor nem lehetett megtanulni, de az idő távolából meg lehet tanulni. Pál Laci bácsira nagyon nagy szeretettel emlékszem, nagyszerű színész volt. És még azért annyit el kell mondani, hogy látod, milyen a világ, és milyen a mi mesterségünk. A Győri Emil Isten volt Pécsett. Tehát ő volt a színpadon az Isten, a közönségnek. Másfél éve eltemettük, 13-an voltak a temetésén, családdal együtt itt Pécsen. Ennyi a színészet, ennyi marad meg belőle. És mondom, ő volt itt a körülrajongott pécsi színész. Hát így telik. Hát így, igen. De ettől nem félsz? Nem félek, ez a természet rendje. Nagyon, nagyon jól mondta a Bodrogi Gyula, hogy a mi mesterségünk, az ilyen tengerparti homokbarajzoló művész. Jön a dagály,
elmossa, mintha nem is lett volna. És valóban így van. Tehát emlékszem, hogy mi hallgattuk annak idején, hogy hogyan vertet a Csortos vagy az Ódri Árpád, hogy várni, ha éjfét üt az óra, így mondtak verset, kicsit kiröhögtük. Lehet, hogy az én fiaim már Latinovics Zoltánt is kinevetik, és nem fogják hallgatni. Hát ugye, hát érdekes, mert hogy ugye szobrásznak a szobrász megmarad. Így van. 100 évig, de hogy ti valahogy a pillanat. Így van, pontosan. A pillanat művészete, de ez most, hogy így elgondolkozunk rajta, ez téged nem... Nem zavart, hogy amit csinálsz, az csak abban a pillanatban történik. Nem, mert megvan a másik oldala. Tehát az egyik oldala, hogy abban a pillanatban történik, a másik meg az élő oldala. Ez a nagy előnye. Tehát a színház varázsa az, hogy a néző, aki ott van, abban a pillanatban lélegzik velem együtt. Ha viszont nem így lenne, ugye ezt fölveszik a színház előadást filmre, az nem ugyanaz. Az mindig nagyon rossz. Sokkal rosszabb, mint az élő előadás. Tehát amit elvesztek azzal, hogy a pillanatművészete, azt megnyerem azzal, hogy a pillanatművészete, mert a pillanatban tudok hatni emberekre. Most, hogy így már érettebb, idősebb színész vagy, visszatérve arra, hogy te fiatalként hogyan tekintettél az idősebb kollégákra, vagy hogyan tanultál tőlük, te azért az árnyad alá szoktad venni a fiatal kollégát, vagy szoktad őket? Feltétlenül olyan típus vagyok, a fiatal kollégákat, akik ide kerülnek, szoktam segíteni. Tehát nagyon-nagyon kedves emberek vannak, akiket én nagyon-nagyon szeretek, és ha találkozunk, és már elszerződtek mondjuk, ugye, mert hát ez úgy néz ki, hogy egy-egy fiatal színész itt van pár évig, elmegy máshova az országba, találkozunk, azt hiszem, hogy igen nagy örömmel szoktak köszönteni. Ez azt hiszem, az én habitusomhoz hozzátartozik, hogy a színházi munka, az közösségi munka, és abba, aki kezdő, azt segítsük. Mi volt a te arszpoétikád mindig, a pályafutásodon, amivel az az attitűd, amivel te mindig kiálltál, meg hozzáálltál ehhez a munkához? Nem tudom, mi volt régen. Régen, amikor az ember fiatal, akkor a lelkesedés viszi, akkor nem gondolkozik, hanem az van, hogy szerepeljek. Bemegy a színpadra, és játszik össze-vissza, ami a csövön kifér játszik. A meggondolások később jönnek. Először csak a lelkesedés van, az ember lelke viszi előre a fiatal színészt. Utána jönnek a meggondolások. Hát teljesen azt hiszem, hogy az én életemben az, hogy megpróbáljam, és ha sikerül, akkor jó, nem mindig sikerül, megpróbáljam, amit csinálok, az élethez idomítani. Olyan legyen, mint az élet. Tehát ha lehet levetni azokat a manírokat, amik azért minden színészre óhatatlanul ráragad. Tehát, hogy ne próbáljak színész lenni a színpadon. Ez mondjuk nagyon nehéz, de ne próbáljon az ember színész lenni. Az ember szeret előnyösnek látszani. Ne legyek előnyös, olyan legyek, mint egy ember. A rossz és jó oldalát is egyszerre mutassam meg. De engem ilyen dolgok érdekelnek, és ha ez sikerül, ha ebből tudok valamit csinálni, akkor nagyon örülök. A munkád neked a hobbid is? Igen, igen. Vagy van valami, amivel azt érzed, hogy ki kell egészítened a... Hát ilyen nincsen, mint a színház, ilyen nincsen. Régen teniszeztem, nagy pécsi amatőr tenisz rajongó vagyok. Csak hát sajnos elért az, a régi teniszpartnereimmel találkozom, mindegyikünk sántít, vagy valami baja van, ugye, a túlzásban itt tenisz. Amúgy semmiféle. Egy hobbi azért kialakult, az, hogy arra van igényem, hogy elmenjek nyaralni minden évben egyszer. A feleségemmel. Kettesben. Tehát utazzunk, múzeumot nézzünk, ilyesmi. Egy nagyon aktív utazásra elmenjünk. Idén hova készültek? Én nagyon szeretnék Párizsba elmenni. De hát ez a jövő zenéje, összejön, nem jön össze, nem jön össze, de most ez a következő vágy. Hát reméljük, hogy el tudtok menni, és nem is lesznek gondok, ugye, hogyha visszagondolunk itt a közel, igen, hogy azért biztonságban meg tudjátok. Igen, de hát ilyen alapon most már sehova nem lehet. Hát ilyen alapon igen, de hát köszönjük szépen, hogy itt voltál, erőt, egészséget kívánunk a további nagyon szépen köszönöm. Is.
és köszönöm a nézőknek is a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, a viszontlátásra.